szerencsém, remekülő, kortársunk, kilencvenedik esztendejének, jubileumának. És az első gondolatom ezzel kapcsolatban az, hogy milyen jó, hogy Göncárpál még velünk van, és milyen fontos, hogy ilyen emberek éltek, alkottak, hatottak az elmúlt fél évszázadban. Hát ezt mindannyian tudjuk, hogy Göncz Árpád neve szorosan összeforrott a harmadik magyar köztársasággal. Amelynek ő volt az első elnöke, előbb mondom, idejövőesen, aztán egy első ciklusban, amelyet követett egy második ciklus, és amiben Magyarországon a köztársaság elnök személyén gondol, az óhatatlanul őt látja maga előtt, mert ő volt az, aki minden szempontból nem csak hogy méltó, de rátermett volt erre a tisztségre. Mert ez a tisztséghelyzet nem elég a jogi tudás, amely két utódjában is megvolt. Ez a tisztséghelyzet egy olyan embertartás is kell, amely lehetővé teszi azt, hogy őt az ország, a nemzet, a magyar társadalom úgy tartsa számon, mint valakit, aki személyében is őt fedezik. És ez egy olyan politikusi, vagy úgy tetszik, államférfi képesség, amelyhez, hogy mondjam, születni kell, amelyet valószínűleg nem lehet megtanulni. Nagy-Britanniának, vagy az Egyesült Királyságnak mondjuk, még egyszerűen Angliának, van egy olyan királynője, aki valaha, amikor trónra került, azért dicsértek, mert azt mondották, hogy hát ennél nehezebb helyzetben még nem volt senkinek, hiszen ő egy olyan ágából jött az angol király dinasztiának, amely nem volt a trónörökösi szerepben, tekintettel arra, hogy Gyorgyi Edvárd, az angoli belszínházszerűen foglalta ezt el fiatalon, és György, az öccse, az úgy szólván semmi esélye lenni arra, hogy valaha a király székre kerül. Ennél fogva az ő lányai, azok aztán teljesen kívülesnek az örökösödési fővonalon. És hát milyen gyönyörű a közeledőt Erzsébet ilyen, hogy mondjam, nagyszerűen el tudta látni első perctől fogva ezt a hivatalt. Na hát hadd mondjam meg, hogy az angol királynő még bár a mai napig sem egészen tanulva abban, hogy minden királynőt csinált, és semmiképpen soha nem jutott abba a helyzetbe, hogy őt az angolok úgy tekintsék, aki teljesen messzire jött. Ez az Göncz, aki hát egyszerű magyar középosztály családok származott, aki nem is politikusnak hívott, hanem jogásznak. Aztán az élet belső dolgait előbb az ellenállók közé, háború alatt, háború után belépett a kisgazdapártba, ahol tisztséget is kapott, és Kovács Béla mellett dolgozott, mint a főtitkár, személyes
a patriotik elnök személyes munkatársa és aztán a személyi titkára. Azután olyan helyzetbe jutott, mint a kisgazdapártoknak azok a vezetői és tisztségviselői, hát akiket akkor akartak börtönbe juttatni, de a lehető legrosszabb munkakörülmények között fizikai munkásként kellett leírni az életét egészen 53-ig, ugye, amikor is halálra valamennyire új érzetet teremtett Magyarországon is, és nem csak Magyarországon, egész térségben. És akkor 56 megint belesodott őt a politikai életbe, ahol egy veszélyes szerepet vállalt Bíbó István segítőtársaként, és azok között volt, akik egyrészt dolgoztak ugye a magyar ellenzékiek által készített memorandumnak a indiai követségre juttatásában, és azok között is volt, akik nagyon emlékületeinek a külföldre juttatását segítették. Ennél fogva ekkor aztán börtönbe került 57-ben, és a Bíbó perben második átlagként életötték a börtön büntetésre ítélték, amely akkor ért véget, amikor az 1963-ig majdnem általános amnesztiával, hát annyi politikai fogói kiszakadt, bár nem mindegyik, amit teszünk. Götz Árpád tehát így került politikusi szerepbe, de nyugodtan mondhatjuk, hogy mind a két időpontban ott csinált a szerepben, és egyáltalán nem gondolt arra, hogy neki vezető tisztséget kellene betöltenie a politikai életben, vagy az állapotban. És amikor végre a viszonyok valamennyire könnyebbettek és javultak a 70-es években, akkor végre az a vállalatot, ami mindig is akart lenni, íróvá. Előbb csak fordítói munka formájában végezhet ezt a munkát, és aztán író lett belőle, drámaíró volt, akinek a művét játszották is, és a közöbben életben úgy érezte, hogy ott. Na, mindez azért mondom el, mert Götz Árpád nem politikusnak készült, nem királyi családból származott, nem volt az utódlási listán. Ennek ellenére, amikor létrejött a harmadik magyar köztársaság, akkor azok között a nagyon kevesek között volt, akikre egész határozottan gondoltak, mint a köztársaság elnöke tiszt lehetségesben tudtuk. Nem sok ilyen ember volt, és most nem is akarok mások megjeleníteni, de tény az, hogy annak ellenére, hogy a rendszerváltás két vezető pártja, a Magyar Demokrata Fórum és a Szabad Demokraták, Szabad Kezdeményezések áldozata később a Szabad Demokraták Szövetsége. Nagyon különböző nézeteket hallott az átmenet legtöbb fontos kérdésében. Egy dologban mindenféle és pedig abban, hogy Götz Árpád van a legalkalmasabb szerint a köztársaság elnöki tisztelésére. És ennél fogva az ő megválasztása minden további nélkül, ugye azonban megtörtént, de ideiglenes elnök formában, aztán Magyar Köztársaság végleges elnökeként, és így az ország végre megismerte valakit, akinél tökéletesebben senki sem fejezte ki egész lényében azt, hogy ő azonosul az ország minden polgárával, hogy ő a magáénak érzi az ország legkisebb lényeit és legnagyobb gyanyag is, a gondját és a baját. Ő tud mindenkinek a nyelvén beszélni, érdekli
mindenki iránt. Többször volt alkalmam Mozartáltal utazni az országban, és mindig meglepődve, és titokban némi irigységgel tapasztaltam, hogy ő nem csak, hogy mennyi ember ismer, hanem hogy azokat az embereket igazán ismeri, nem csak arcról ismeri föl, és nem csak azt mondja, hogy jó napot, kedves János, hanem tudja, hogy ennek a Jánosnak hány gyereke van, hogy azok hol tanulnak, és száz és ezer számra voltak ilyen ismerettségei, ami rendkívüli képesség, és ami nélkül igazából véve senki sem vállalkoztak arra, hogy néppolitikus legyen. Götz Árpád volt talán az egyetlen igazi néppolitikusa Magyarországnak, aki az emberekkel nem tudott beszélni, aki nehéz helyzetekben pontosan megtalálta azt, hogy hogyan kell viselkednie, akinek ugyan voltak, hogy mondjam, konfliktusai a kormányzattal, az egymást követő kormányzatokkal, volt olyan miniszterelnök, aki jobban volt, volt olyan, akivel feszült viszonyban volt, és nem feltétlenül pártszimpátia alapján, sőt, egyáltalán nem pártszimpátia alapján, hanem mindenkor személyes megfontolások alapján. És ezt mindenki érezte róla, hogy nála a személyes megfontolások, döntőek, és olyan áttekintése van az életről és az emberekről, mint amilyen tulajdonképpen csak egy nagyon jó írót. Hát ez volt talán a harmadik magyar köztársaság legnagyobb szerencsége. Hogy volt egy ilyen személyiség, akivel elnök lehetett, és a harmadik köztársaság 20 évének a felét az ő elnöksége alatt értük le. Hát ezért is örülök annak, hogy pár szót szólhatok itt, bár csak a kamera közvetítésével, mert olyan személyiségből, ami nem szükséges kifejteni, nem lehet érni itt Budapesten, de viszont nagyon-nagyon nagy szeretettel és barátsággal köszöntöm Árpádot és egész csapatot.